Dárdai van. Szabics kérné középen, megy Huszti is. Dárdai egyedül nem jön segíteni senki, így megpróbálja egyedül megoldani Dárdai Pali. Kapott egyet a bokájára is, és már a fehérek fordulhatnak. Szilnald. Elveszítjük, illetve elveszítik, és mi szerzünk egy labdát. Mit tudunk tenni? Gólt lövő! Szemfüles gól, kijött Mossz a kapujából, és ügyesen elpörgette mellette Huszti Szabolcs. A második fél idő harmadik percében megvan a magyar vezetés, és öröm a hazai kispadon. Rockhauser István, a kapus edző, pacsizza végig ott a kispadnál a szakmai stáb tagjaival a kezét. És hát nagyon várt már a megyeri úti publikum erre a gólra. Mossz megtörölközhet bánatában, amíg az a vizes törölköző erre a célra alkalmas. Tehát Huszti Szabolcs a gólszerző. Egy erőszakos labdaszerzés, hol túlfut a labdán, és aztán elveszi tőle Szabics, és már indítja is Husztit. Ott van Dárda is mögötte, és aztán itt az elegáns mozdulat belsővel a kapu jobb oldalába elkurítja Huszti Szabolcs. Ezzel a góllal vezetünk, és hát sokszor mondják, hogy az ilyen meccsen az első gól begyötrése a legnehezebb, utána már minden jön magától. Hát már most kiderül, hogy ez az aranyigazság érvényes a mai estére és a mai mérkőzésre. Tíz és fél perc még a meccsből, 1-0-ra vezetünk, amikor Dárdai lép ki két védő mellől, de aztán Old elveszi tőle. Na most sokáig náluk a labda, nem baj, az Gera. Gera húz befelé az ő mezét is húzzák, nagyszerű labda Fehér Csaba, ott a gólhelyzet, 2-0! Szabics a gólszerző! Ez megint egy ügyes akció! Ezekből még nem láttunk az első félidőben, de mindegy, felejtsük azt el, a másodikban már többször is. Egyértelmű a magyar fölény most már így haladva a meccs vége felé, és mindegy, hogy esetleg azért, mert most jön a hosszú fáradtságos utazás, meg az akklimatizációs probléma ki az új-zélandiakon, lényeg az, hogy 2-0, és itt már erre a góra, aztán a fanyalgók sem mondhatnak semmi rosszat. Ez egy nagyszerű passz, lőhetne már Fehér is, de a tutiba lévő Szabicsot választja. 2-0, 10 perccel a találkozó vége előtt. Egy igazán mutatós találat, főleg ahogy eljutott a labda a gólszerző Szabicshoz, meg az ő mozdulata is elegáns. A 17. meccsén a 9. gólja Szabics Imrének, és egymás nyakában a kismadán, tehát Tétári Lajos és Bozsik Péter. Hát igen, a játék nem is tökéletes, de azért az eredménye, hiszem, hogy...